nem túlzás azt mondani, hogy történelmi ez a mai nap, hiszen Szegedváros több évtizede várt, régóta várt fedetuszodájának nagymedencében most van először víz. Ugyanúgy a nagymedence még is lebúkolva, de a perléreses vízpróba zajlik. Az épület, az építkezés egyébként 70%-os műszaki készenlétben van. A legnagyobb feladat, ami a kivitelezőre vár a következő hetekben, az a burkolás. Összességében 12.000 négyzetmétert kell lebúkolni. A terveink szerint év végére elkészül a fedetuszoda. Itt tudnia kell a szegedieknek és minden érdeklődőnek, hogy egy uszoda birtokban végére nagyon szigorú szabályok vannak. Ez azt jelenti, hogy a műszaki átadás átvétel után úgynevezett terheléses próbát kell folytatni, és utána pedig a szakhatósági engedélyezés van. Tehát én most nagy biztonsággal azt tudom mondani, hogy az a célunk, hogy jövő év elején tudja a szegedi nagyközönség birtokba venni az uszodát. Mint bizonyára sokan emlékeznek rá, ugyanúgy, mint más nagyon fontos és régóta várt szegedi beruházás esetében, a szegediek segítségét kértük, hogy hogyan nevezzük el az uszodát. Ez tavaly év végén ősszel történt, több körben, ugyanúgy, ahogy ez a korábbi gyakorlat is volt. Elsőként több ezer szegedi küldött be névjavaslatot, összességében 128 névre érkezett javaslat. Ugye voltak olyan nevek, amivel több százan tettek javaslatot, vagy több tucat szegedi. Utána 128 névből egy sportszakmai bizottság kiválasztott 5-öt. A szegediek szintén több ezeren internetes formában, pedig levél alapon szavaztak, és szeretném hivatalosan bejelenteni, hogy a Tisza Virág Sportuszoda név nyert, tehát a szegediek többsége erre a névre szavazott, tehát így fogjuk elnevezni az új fedetuszodát. Ez angolul lefordítva nagyon szépen hangzik, az nagyon fontos, mert nemzetközi versenyeket is akarunk bonyolítani. Én elégedett vagyok a kivitelezésnek a menetével, mint ahogy látható, hogy fantasztikus impozáns, nemzetközi versenyekre is alkalmas, de egészen biztos, hogy a szegedi igényeinek is megfelelő, csodálatos új létesítménnyel fog a városunk gazdagodni. A kivitelezőknek további jó munkát kívánok, a szegedieknek pedig kérem még néhány hónapos megértésüket. Köszönöm.